A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Czajzel Endre, orvosgenetikus professzor. A vendégünk mindenki ismeri, sokan aggódtak is érte a betegsége miatt, mert nyilván azt is megtudjuk, hogy van, de hát azért, ahogy megszokták ebben a műsorban, nyilvánvalóan beszélünk az egész pályájáról, meg mindarról, amit csinált. És természetesen hívhatják is őt, már mutatják is a kollégák, 44-51-3-49, vagy aki Skype-on akarja, az pedig tv.fixhd, Skype-on kicsit könnyebb bekerülni. És akkor, hogyha mondanak vele kapcsolatos emléket, elméseket kérdeznek tőle, akkor most az Örkény Színházban és a Karinti Színházban vannak jegyeink. Mondom, hogy mikre, ezek is ismert produkciók, Übü király vagy a lengyelek, ez ugye Örkény Színház, és Örkény István Tótékja, Stuart Mária és E föld befogad, avagy számodra hely, ez egy Mohácsi János által rendezett, meglehetősen érdekes produkció, Karinti Színházban. Szórakoztatóbb, könnyebb darabok, a Róza, nagyon üdítő, nyitott ablak és a Te csak pipálj, Ladányi. És akkor Czajzel Endre. Mi nagyon régen ismerjük egymást, és tulajdonképpen most, hogy erre készültem, most kezdtem el azon gondolkozni, hogy szobafestőmázoló volt az édesapád, és neked mindenféle elméleted van, hogy a költők például a semmiből jönnek és a semmibe mennek, hogy a zeneszerzőknél állította fel, azt hiszem, ezt az úgynevezett piramis modellt, hogy ott viszont már a nagy zeneszerzőnek esetleg az papája is. A nagyapja már. Nagyapja már majdnem mindenki zenével foglalkozott. Szóval, hogy ez nálad hogy volt? Tehát, hogy te, aki ugye szobafestőtől jöttél, hogy kezdtél el tudós lenni, vagy hogy kezdtél el egészen más dolgokkal foglalkozni, mint az édesapád? Ez apámtól függött különben. De igen? Igen, de most azt tudnod kell azért, hogy én a könnyebb megoldásokat választottam. Tehát már az ógörögök ott Periklész korabeli Athénben azt mondták, hogy 4 olyan tehetségszféra van, ahol az egészen kivételes teljesítményre születni kell. A matematika, a zene, a költészet és a vizualitás. Tehát én nem véletlenül ezeken mentem végig, mert ugye amire születni kell, hát ott azért a géneknek illik, hogy aha, szerepe legyen. Mindig szégyenkeztem, mert ugye van Debrecenben, és azért ezt hagyd mondjam el, mert ez egy... Én a rendszerváltás óta nagyon csalódott vagyok, mert azt gondoltam, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek, hát szerintem nem nagyon mutattuk meg, de hogy azért vannak jó dolgok is, a Debreceni Univerzitáson 95-ben elindult egy olyan speciális szaktanári képzés, hogy azok a pedagógusok, akik a legtehetségesebb gyerekekkel akarnak foglalkozni, azok ne az újjukból szopják ki, hanem van egy új tudományág, a kreatológia, hogy annak a nemzetközi szabályait, tapasztalatait tanulják meg, és én ehhez tettem hozzá ezt a 4 szférát, plusz még a tudósokat. Mert ugye, bocsánat, ma az oktatás sajnos megint leginkább arra felé megy visszafelé, és azt kell mondjam, hogy visszafelé, hogy egyen tananyagot akarnak ráhúzni minden gyerekre, igen, akik viszont nem egyen gyerekek. Jó, de hát most akkor azért, ha nagyon kritikus akarunk lenni, én mondtam, hogy ez 95-ben aha, indult, és ez azért nagyon fontos, ugye, mert a szellemi képességek egy ilyen harangalakú görbét mutatnak, tehát az emberek, unokáim így mondanák, 2/3 tök átlagos, akkor ott vannak az átmenetiek, és ott van a 2,5% a két szélén, ott vannak az értelmi fogyatékosok. Számukra 150 éve van iskolarendszer, speciális pedagógus képzés, de mi van a másik 2,5%-kal, aki ugyanúgy nem fért bele az átlagos gyerekek tantervébe. És ez azért egy nagyon nagy vívmány volt, hogy végre ez a szocialista pedagógiának az a félreértése, hogy hát még az
emberi képességekben is az egyenlőség, ugye, mert szabadság, testvériség, egyenlőség, de hát ez egy alapvető félreértés, mert ez az egyenlőség a jogi egyenlőségre vonatkozik, és nem a képességekre, hiszen hát Kosztolány olyan szépen mondja, hogy minden ember egyedüli példány. Tehát ebből azt akarom mondani, hogy ez egy nagy vívmány volt, és én kiválasztottam a könnyű témákat, mert állandóan problémám volt, hogy ha most megkérdeznének engem, mondjuk egy 10 éves gyerekről, hogy lehet megmondani, hogy kiből lesz jó pedagógus, nem tudnám megmondani, mert ma már tudom, hogy a pedagógiai talentum az a karizma. Tehát, hogy van-e a pedagógusból egy olyan kisugárzás, hogy meg tudja azzal a gyerekkel értetni, hogy milyen jó, hogy tanulhatunk, hogy milyen szép az a tantárgy, amit én előadok, vagy ott volt a másik, hogy a saját területemre térjek, és ez részben válasz akar lenni, hogy 10 éves korban meg lehet mondani, hogy kiből lesz jó orvos? Hogy megtanulja jobban a biológiát, mint a többiek? Hát ahhoz csak fenék kell. Azért most már én tudom, hogy az orvoslás, az megint, ahogy a pedagógusnál a karizma, az orvosnál az altruizmus. Most nem akarok patetikus lenni, de hogy az ember bele kerül az orvosi szakmába, egy idő után rájön, hogy igenis, nekem valahogy tudatosan el kell fogadnom azt, hogy a hozzám segítségért fordulók, azoknak az fontosabb, mint én. Tehát most nem akarom mondani, éppen nem vagyok nagyon jól, de azért délelőtt genetikai tanácsadást végeztem, mert úgy gondolom, hogy ez a küldetésem, ebbe akarják, hogy én segítsek. Tehát most itt jön be az, még hagyd mondjam, túl sokat beszélek, de hagyd mondjam el a harmadikat, mert ez egy érdekes volt, hogy Felvidéken pedagógusoknak beszéltem a költőkről, és akkor fölállt egy férfi pedagógus, azt mondta, hogy doktor, olyan jó lenne, ha a politikusokkal is foglalkozna, hogy hát, ha akkor jobb politikusaik lennének. De hát ezt akartad. Akartam, de hát ez már nem fér bele az életembe, az nem fér bele. Tehát Szászlónak is egy a vége, ugye az, hogy egy szobafestő mázoló, aki egy nagyon rátermett ember volt, apám egy kivételes képességű ember volt, csak ugye nem tudom mennyire ismered ezt, hogy ugye ez egy, apu sose szerette, azt mondtam, hogy sváb, ő azt szerint egy cipszer, felvidékről jöttek, és ugye lett egy Zeiser és Elisher cég, az Elisher volt a nagymama családja, Zeiser hát azóta nagypapa családja, és akkor a gyereknek muszáj volt azt csinálni, amit az apja. Tehát tovább kellett vinni az üzletet. És apám téged is rá akart venni? Nem, pontosan ez, feszél, pontosan ez, pont hogy ő, apu nem? Mindig ezt mondta, hogy tudod, amikor én elvégeztem a 4 polgárit, akkor én tovább akartam tanulni, és akkor odaálltam az apám, tehát az én nagyapám elé, és akkor ő nem rábeszélt, hanem adott egy pofont. Uh-huh. Mert hogy meri ő megváltoztatni az ő döntését. És apuban ez élt, és neki rettentő fontos volt az, hogy az ő fiából értelmiségi legyen. Mert apám azért mindig fölnézett az értelmiségiekre, és így én ugye focista akartam lenni, meg történész tanár, azt is apu mondta, ez ugye most a régi történészekre gondoljunk, mert egy olyan történész tanárom volt, akinek akkora karizma volt, hogy tényleg úgy meg tudta szeretetni a történelmet, hogy hát a történész tanárok éhen halnak, a történészek azok hazudnak, fiam, ne légy az, hanem legyél orvos, mert ez az én álmom, és mivel én úgyis focista akartam lenni, hát ha apu annyira akarja, akkor így lettem orvos. Tehát az én életem ilyen szempontból egy rossz modell, mert sokak ott az osztálytársaim közül már a bilin ülve orvosok akartak lenni, vannak ilyen orvos dinasztiák, hát őket nem vették föl, mindegyik külföldön lett aztán orvos, mert 56-ban elmentek. Tehát nálam ez egy véletlenszerűség. Itt inkább csak, amit én érzékeltem magamban, az az első generációs energia. Tudod, bekerültem a ciszterekhez, apám kiválasztotta az akkori legjobb gimnáziumot, és ott én érzékeltem, érdekes módon ugye cisztercita, de azért az okos zsidó gyerekek is oda koncentrálódtak. És azok már azért tudtak nyelvet, meg... Szóval éreztem azt, hogy ezek sokkal okosabbak nálam. De akkor jött az a furcsa belső dolog, hogy ez nem azt jelentette, hogy na, akkor én most föladom, hanem hogy én megmutatom, hogy mire vagyok képes. Hát ez pont az első generáció, ez az bizonyítási kényszer, nem? És akkor az érettségire már azt hiszem kitűnő voltam, tehát akkor már a legjobb. És az egyetemre is, amikor bekerültem, például volt egy ilyen személyes sérelmem, mert sose felejtem el, hogy másodéves voltam, és akkor játszották a Toulouse-Lautrecről a filmet. És akkor én a tanársegéd úgy szóba hozta, hogy láttuk-e, és akkor én megkérdeztem, hogy ki az a Toulouse-Lautrec. És akkor én rám nézett, és azt mondta, maga akar orvos lenni.
Holott egy festőt nem tudtál. Igen. Toulouse-Lautrecről aztán 3 tanulmányt írtam, már csak büntetésből is, mert ugye törpe volt, és mindenki azt hitte, hogy csonttörékenysége volt, de nem püknodizosztózisa volt, tehát a csontvelő üreg csontosodott el, és egészen úgy 10 éves koráig egész jól növekedett, és hát fantasztikus modellő is, mert tulajdonképpen ugye az apja kitagadta, mert hát egy hercegi család, ugye, és ott egy ilyen torz törpe, hát ha nem lett volna édesanyja. De hát ő olyan szépen le is írta, hogy hát sietek, mert minél gyorsabban meg akarok halni, tehát nem véletlen, hogy volt vérbaja, meg TBC-je, meg alkoholizált, meg kuplerájban élt, ugye. Nem akarok ilyen csúnyát mondani így este, hát a szexmunkás nők csak kancsónak hívták, mert hogy kisember, nagy fügykössel, és hát nagyon szerették. Ő jegyezte is, hogy 1200-ig megvan, hogy hány női partnere volt, de aztán 33 éves korában meg is halt. Tehát ebben csak azt akarom neked mondani, hogy ahogy vannak modellek, ahol úgy elég pontosan definiálni lehet, tehát ahogy mondtad, a zenész, a piramis, a költő, a gejzír, festőművészeknél pedig az alapító effektus. Tehát a nagy magyar festőknek a szülei között nincs festőművész, de a gyerekeik között 50%. Gondolja Ferenczi Károlyra, Fialka Olgára, de a Színyei is. Szóval nagyon-nagyon-nagyon. Ez is egy érdekes, hogy most mennyi ebből a gén, mert azért egy ilyen géniusz festőművésztől géneket is kapott. Na jó, de hát ott nő föl a műterembe. Ugye ez a családi minta ragálja, hogy hát ha apu is ezt csinálja, akkor én is ezt akarom. Ráadásul hát azért az apa a legjobb pedagógus is. És ezek úgy nagyon-nagyon összefolynak. Tehát Szászónak is egy a végén nem akartam orvos lenni, apu megkért. Én most hálás vagyok apunak, mert örülök, hogy orvos lettem. Nagyon régóta vár egy telefonál, köszönöm a türelmet. Szerzendre, Bóta Gábor, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Gulyás Éva vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük. Különösképpen dr. Czeiser urat, mert mostanában volt a születésnapja, és talán ehhez is szeretnék gratulálni, de szeretném megemlíteni, hogy nekünk van jegyünk, a Juhász Annának van egy New York művészpáholy sorozata, ahol a következő vendég a doktor úr lesz. De ez most hétfőn, ugye? Ha én jól emlékszem, a 3-án volt 80 éves. Igen, sok szeretettel gratulálok, és ha jól tudom, akkor ott fogja bemutatni az új könyvét, az Életleltárt. Hát ez most ez egy kényes téma, nem életleltár, hanem két életem, egy halálom, de most éppen mérges vagyok ezzel kapcsolatban, úgyhogy ha majd a Gábor megkérdezi, akkor elmondom. Már is megkérdezem, hogy miért vagy mérges. Köszönöm szépen, hölgyem, akkor jár a Két Hegy Örkény Színház vagy Karinti Színház, és várjuk az újabb telefonálókat, vagy aki telefonon nem sikerül, a Skype-ot javaslom. Igen? Miért vagy mérges? Pont egy évvel ezelőtt megkeresett M. Kis Csaba, újságíró, hogy ő szeretné megírni az életem történetét. Az első reagálásom az volt, hogy nekem erre nincs szükségem. Aztán egy kicsit gondolkodtam, egyrészt végig gondoltam, hogy nincs olyan sok idő, tehát tényleg egy leltárt érdemes lenne leltárt készíteni. De ami nekem a nagy problémám, és nem tudom, hogy ezt te megérted, de ugye az, hogy én a 70-es években öröklődés titkai, születésünk titkai, akkor ugye az a Királyi Televízióban lényegében egy csatorna volt. Akkor te abszolút sztár voltál. És ez az emberek fejében... Kiürültek az utcák, volt egy ilyen időszak. Ez acélertás mondta, igen, ezt egy nemzetközi sajtótájékoztató. Te műsoraid mentek. Most ne érts félre, én ezt egy nagy értéknek tartom az életemben, hogy én a médiának köszönhetően képes voltam, hogy mondjak nagy szavakat, egész népemet nem középiskolás fokon tanítani, de engem ez borzasztóan zavar, hogy engem a bulvár sajtó egy ilyen tévécelebnek tart, és nem veszik azt észre, hogy azért az én életművemben 75% a kutatás, hogy ott van azért a magzatvédő vitamin, amivel kapcsolatban még a Nobel-díj is szóba jött, hogy először találtuk meg a Down-kornak egy kémiai okát, hogy Magyarországon alapítottuk meg a közegészségügyi genetikát, és még mondhatnám, hogy aztán 25%-ban én azért orvos voltam, 35 000 egészséges kisbaba világra jöttében segédkeztem, és ezek az én életemnek a nagy eredménye, és akkor ott van az az 5%, hogy például most veled itt ülök, tehát ugye eljátszom a, hogy mondjam, az ismert embert, hogyha hívják, akkor persze az ember elmegy, mert úgy gondolom, hogy hát ha az én életem tanulságát más is tudja hasznosítani.
És akkor megállapodtam, hogy tulajdonképpen ezt a könyvet az M. Kis Csaba írja, egy diktafont rakott elém, és én mondtam az életem történetét, de nagyon megállapodtunk abba, hogy ez nem bulvár stílusban, hanem az bizonyítandó, hogy én elsősorban kutató vagyok, másodszorban orvos, és hát harmadsorban vagyok ilyen tudományos ismeretterjesztő, plusz, hogy hát a magánéletet azt lehetőleg hagyjuk békén. Hát ő aztán ezt nem fogadta el, és mondjuk olyan szempontból meggyőzött, hogy hát sajnos a bulvár sajtóban én egy esendő ember vagyok, biztos sok hibát követtem el az életembe, azért elég sokszor megjelentek ilyen-olyan hírek, tehát egy röviden összefoglalom a magánéletemet is. És akkor megmondják nekem, hogy április 20-án fog ez a könyv megjelenni, és erre én nem látom, de állítólag a Blicknek tegnap is, meg ma is. Ott egy sorozat indult veled, de most képzeld, te nem is tudsz. Abszolút nem tudok róla. És természetesen pont ellenkezőleg, amiért én belementem ebbe a könyvbe, hogy bemutatnák, hogy a Zeisel doktornak mik a nagy eredményei, hát csak azt hallom, hogy hát a magánéletembe vájkálnak, amit én nagyon rossz néven veszek, mert ezt tisztességtelennek tartom, és nem is értem. Hát a könyv meg se jelent. Hát akkor most ki volt az, aki tulajdonképpen ennek a könyvnek a kéziratát átjátszotta mondjuk ennek az újságnak. De az nem úgy van, Endre, hogy egyrészt te is a könyveidbe, tehát amikor a zsenikről írsz, te is írsz elég sok magánéleti dolgot róluk, és ezt fel lehet fogni azért nem csak bulvárnak, tehát nyilván ki lehet ragadni ezt a szeletét, de fel lehet fogni úgy is, hogy ez jellemez egy embert. Vagy föl lehet fogni azt, akár ami megjelent, én olvastam, amit tegnap megjelent. Tehát föl lehet fogni úgy is, hogy esetleg te nem azt a családmodellt élted, amit itt most nap mint nap súlykolnak, és hogy az is tud működni. És hogy akár ez is lehet egyfajta ismeretterjesztés. Hát nézd, jók az érveid különben, mert tényleg amikor én mondjuk Pilinszkiről írok, akkor rajta keresztül éreztem meg azt, hogyha valaki tudja magáról, hogy homoszexuális, de Isten hite miatt nem meri a természetes hajlamait szabadon engedni, hogy abból egy milyen szerencsétlen ember lesz, és milyen szerencsétlen nőket, két felesége volt, tesz tönkre, meg stb. És ezt én tényleg azért mutattam be, mert én Pilinszkivel egyszer, mint orvostanhallgató találkoztam, és hát rengeteg cigarettát szívott, utólag hallottam, ezt akkor nem tudtam, hogy azért voltak nagyon iszákos periódusai is, és akkor én a cigaretta kapcsán kérdeztem, hogy de hát ha valaki ilyen nagyságrendű költő, mint ő, nem érzi, hogy neki jobban kell vigyázni az egészségére, és akkor azt mondta, nem is tudom, hogy mondta, nem azt mondta, hogy fiam, de hogy fiatal ember, vagy valahogy így mondta maga, ja, én mondtam, hogy orvostanhallgató vagyok, hogy akkor fiatal ember, maga nem tudja, hogy az én lelkemben milyen poklok dúlnak. Most már tudom, mert van ilyen verse, hogy páncélnyom és minden egyéb. Tehát én azt úgy éreztem, hogy ezt tényleg érdemes megírni, hogy az emberek értsék meg, hogy mondjuk például egy homoszexuális nem tehet arról, hogy ő más, hogy egy biológiai kisebbség, és egy óriási kihívás számukra, hogy mostan a két rossz közül melyiket válasszák, hogy vállalják, elnézést, hogy kimondom, de akkor majd azt mondják, hogy rohadt buzi, vagy pedig nem vállalja, és akkor egy életre szólóan szerencsétlen lesz. Tehát ilyen szempontból én tényleg fontosnak éreztem, meg fontosnak éreztem Ady Endrének a vérbaját megírni, mert ugye ez volt, hogy ő állandóan számolt azzal, hogy meg fog halni, tehát neki is, mint Toulouse-Lautrecnek gyorsan kellett élni, vagy, és mondhatnám tovább, tehát én tényleg úgy éreztem, hogy én arra nem vagyok alkalmas, hogy az ő életművüket szakmailag elemezzem, mert az a művészettörténészek feladata. Nekem az volt a küldetésem, hogy az embert mutassam be, mert azt hiszem, ezt már mondtam itt neked, hogy nekem megint milyen naív voltam. Én azt hittem, hogy de jó géniusznak lenni, hogy azok az emberiség csúcs teljesítménye. Aztán az ember rájött, hogy Marrónak volt igaza, hogy a kivételes tehetség és a kivételes talentum az egy Isten csapás. Szóval, hogy ezek általában bele is rokkantak, mert valami olyan nagy terhet vittek magukkal, amiben általában pokorra kellett annak menni, aki géniusz akart lenni. Tehát én ezt próbáltam. Na most, hogy a saját életemben ezt én visszalátom, akkor, amikor megegyeztünk abba, hogy ez egy másod-harmadrangú dolog, ráadásul azért az én öregkoromnak az alakulása, ráadásul még ellentmond
annak is, amit én mindig is mondtam, hogy a gyerekvállalás az egy óriás életünk legnagyobb ajándéka, de hogy felelősséggel kell, és én ezt mindig is felelősséggel akartam, hogy aztán az életem különböző okokból mégiscsak úgy alakult, hogy akár felelőtlennek is vagyok mondható. Szóval ez azért egy nagyon súlyos belső válság nálam, és valahogy úgy éreztem, hogy most így az életem végén ezt, hogy most ezen csámcsognak emberek, az rossz. Én így érzem. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok! Halló, halló, jó estét! Kérem, hogy szólaljon meg, vagy kollégáktól. Ja, itt vagyok. Igen, megvan, jó, köszönöm, egy kicsit még hangosabban is beszél, akkor minden remek lesz. Igen? Halló? Halljuk Önt, nagyon rosszul, de halljuk, tessék. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket szeretettel, Markó Mária vagyok. Köszönjük, jó estét. A doktor úrnak van nekem 3 könyve, 80-as évekből, és pont a Toulouse festőbről, amit mesélt, az az orvos genetika szemével olvasható, és ott a családfát is levezeti a doktor úr. Igen, így van. Kettős unokatestvér, szülők. Igen, és akkor van egy orvos genetika etikai gondjai, az nagyon érdekes kis könyv, kis epizódokat olvashatunk benne, hogy a 2 gyerekes családnak miért nem születik a 3. gyereke, ugye? Mert kiderült, hogy a papának nem lehet 1 gyerekese. Igen, arra emlékszem. Még egy könyvem, a Nobel-díjasok, magyar származású Nobel-díjasok család elemzése. Ez már 2002-es könyv, és itt van egy melléklet egy nagyon szép nagy családfákkal. Úgyhogy ennyit tudnék mondani. Köszönöm szépen, hogy így ismeri az életművömet. Hát követtem mindenhol, ahol tudtam. Köszönöm. És majd az új könyvére is igényt fogok tartani, meg fogom venni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Természetesen jár a 2 jegy Örkény Színház vagy Szarinti, és akkor várjuk még telefon Skype-ot. Szabad erre reagálni? Hogy ne, szabad. Szóval tudod, te ugye írtál a 80 éves születésnapomra, és olyan kedves 2 jelzőt használtál, hogy karizmatikus, meg deviáns. És egyet kell értenem vele, mert tényleg azt éreztem, hogy sokszor az én viselkedésem az talán meggondolatlan, fejjel megyek a falnak, de szándékos volt. Szóval ezt valahogy azért nagyon hamar felismertem, amit ugye azok a géniuszok, akiket én feldolgoztam, hogy nem akartunk beállni a csordába, hanem tulajdonképpen inkább szerettünk attól egy kicsit függetlenül. És például ez egy óriási felháborodás volt az orvosi szakmába, hogy én megírtam ezt, hogy egy orvos genetikus etikai gondjai, ahol leírtam a hibáinkat, tehát hogy én milyen hibákat követtem el az életembe, és hogy az életnél nagyobb rendező te, aki hát egy óriási színházrajongó vagy. Például a hölgy most ezt említette, és érdekes, tehát képzeld el, eljön hozzám egy család, hogy akarják a 3. gyereket. És hát mondom, hogy jaj, de jó, segítünk. Felkészítjük őket a optimális fogamzásra, és a kiderül, hogy a férfinek egy szál ondósejtje sincs. 2 gyerek van. És hát akkor megismételjük, kérdezem, hogy volt-e valami betegség, semmi, és hát akkor elvonulok az asszonnyal, 4 szem közt. Hát mondta, én nem tudtam ezt, doktor, de igaz, hogy volt egy szeretőm is. Tehát az a 2 gyerek, az nyilvánvalóan a szeretőtől volt, mert hát a férfinek, ha nincs ondósejtje, nem lehet gyereke. Na most képzeld el, tehát ezt tőle most tudta meg, hogy nem a férfi. Igen, hát ő, szóval, hogy mondjam, benne a gyanú biztos élt azért, mert hát aki azért 2 férfivel szeretkezik, hát azért nehéz kitalálni, hogy most éppen kitől. Csak hogy azért most képzeld el, ez egy micsoda helyzet, hogy most nekem azért a párral kell ezt közölnöm, és hát nyilvánvalóan orvosi titoktartás is van, meg hát egy család harmóniáját, azt fönn kell tartani. A különben is most, hogy nehogy felizgassam az embereket, de hát a gyerekek 4%-a nem a törvényes apái, bedolgoznak mások is, ezt úgy általában nem tudják. Lehet tudni, hogy pont 4%. Azért, mert csináltunk ilyen népességgenetikai vizsgálatot. Ugye hát az apaságot nagyon könnyű vércsoportok és egyéb a dolgok alapján tisztázni, de ez nem egy rossz arány, Kaliforniában 14%. Igen. Szóval ahhoz képest mi egész tisztességesek vagyunk. Vagy a magyar nők egész tisztességesek.
Szóval, hogy várjál, most tulajdonképpen egyszerre ötöt akartam kérdezni, és ezért nem sikerül egyszer. Szóval, hogy nem úgy volt, te mondtad, hogy pokorra kell annak menni. Hogy te megpróbáltad a kettőt ötvözni, hogy pokorra is mész, tehát érdekeltek a művészek, kicsit úgy is írsz, mint hogy az olyan esszély jellegű, tehát hogy azért az olyan művészies, de ugyanakkor megpróbáltál tudós is lenni, meg egészségesen is élni, tehát azért nem annyira pokorra menni, hogy roncsold magad, hogy kikészülj, hogy nem tudom én micsoda, és a kettőből jött ki valami végeredmény, nem? Igen. Megint csak tudod, egy nagyon érdekes dolog, hogy például a költőkre a mániás depresszió személyiség jellemző. Egyik pillanatban, amikor a ihletettség lázában alkotják a nagy műveket, elhiszik magukról, hogy proféták, hogy ők az Atya Úristen, kiszipolyozzák az agyukat, ők úgy mondják, hogy jön az alkotói válság, de az a depresszió. Na most ezt azért magamon is éreztem, hogy tényleg vannak a mániás korszakaim, amikor azt hiszem, hogy megváltom a világot, és aztán mondjuk a depressziót igyekeztem családon kívül, nem nagyon vegyék észre. Tehát nyilvánvaló, azt hogy... hogy lehet csinálni? Hát kicsit az ember álságos lesz. Meg nálam is, mint József Attilánál, Isten ments, hogy összehasonlítsam, mert őt tartom a legnagyobb magyar költőnek, de hát azért Attila is leírja, hogy a lelkének a belső viharait leginkább a munkával tudta gyógyítani. Tehát, hogy verset írt. Hát te téged munkamániás. Persze, pontosan. Tehát ez így volt nálam, hogy amikor úgy éreztem, hogy mondjuk az orvosi szakmában éppen valami kritikus helyzet van, mert azért voltak ilyenek, akkor elmenekültem a hobbi kutatásba a művészekhez, a tudósokhoz, a matematikusokhoz. Tehát azt akarom mondani, hogy de ugyanakkor azért abban azért példamutató voltam, hogy az egészségemre vigyáztam. Mondjuk szemben a magyar költőkkel. Nem tudom, tudod-e, ugye az a 16 költő, akit én feldolgoztam, Balassitól Nagy Lászlóig, azoknak az átlagos életkora még az 50 évet se ért el. 49 év volt, ami hát azért döbbenet. És hát én meg itt vagyok 80 évesen, tehát köszönöm a szüleimnek egyrészt a génjeit, meg talán a mindenhatónak is segített, meg hogy azok, akik szerettek engem, vigyáztak rám. Tehát én azért nem piáltam, nem cigarettáztam, igyekeztem sportolni. Tehát, hogy mondjam, ilyen szempontból én azért nem voltam az a pap, aki vizet prédikál és bort iszik. És azt hiszem, hogy ennek köszönhetem azért azt, hogy 80 éves vagyok és itt vagyok. De ugyanakkor volt egy 10 éves kutatás, nem tudom, tudod, mi volt a Kontergán? Az egy gyógyszer volt, tudod? Némi NSZK-ba hozták forgalomba 1958-ban, és akkor észrevették, hogy egyre több végtag hiányos gyerek születik. Így a karjuk, a kezük a vállukból nőtt ki. Ezért úgy hívták, hogy fókakezű gyerekek, fókoméliások. És ezt egy német professzor, Viduki Lenz, jött rá, hogy tulajdonképpen akik ilyen gyereket szültek, azok a 35 és 45 nap között a terhességben ezt a gyógyszert szedték. Na most ezt azért emlegetem, mert ő aztán eljött Magyarországra, mert mondta, hogy ő mindig csak különleges gyerekeket látott, és mi földolgoztuk 10 év alatt Magyarországon született 998 ilyen végtag hiányos gyereket. Úgy dicsekszem, mert ugye ezeket a szülőket meghívtuk, hogy jöjjenek el egy személyes vizsgálatra, mert azért az orvosok nem nagyon értenek hozzá. A diagnózisok 90%-a rossz volt. Az, hogy végtag 90%. Igen. Hát, csak, de nézd, egy persze most én túl nagy igényűek vagyok. Egyébként ezzel szoktad magadra haragítani az persze, orvosokat, persze, hogy ilyeneket persze mondasz, mert az orvosok általában ugye jól összetartanak, és nem. Én patológussal is beszéltem a korboncnokkal, és megkérdeztem, hogy megmondja a hozzátartozónak, hogyha műhiba volt, és azt mondta, hogy soha. És még le is írhattam. Az orvosnak megmondja, de feltétlen nem írja le, mert hogy úgyis az orvos olyan, hát olyan lelkismeretfurdás. Tehát, hogy én azért most itt túl szigorú voltam, mert ez le volt írva, hogy végtag ilyen, és általában mindenki ilyen fókakezű volt, mert ez volt a híres. Na most a 998 esetből 4 volt, aki fókakezű volt, amputációs típus, meg sok minden más. Tehát, hogy nem értettek hozzá, és ezért muszáj volt személyesen megvizsgálni, és ez a német professzor, ez teljesen elcsodálkozott azon,
hogy az élő gyerekek 97%-át a hívásomra elhozták hozzánk, és közösen megvizsgáltuk. Ez azt mondta, hogy a Németországban ez az 50%-ot nem érné el. Na most látod, itt van például én a tévét, ugye... Hát, hogy ismertek, megvíztek. Ez, tehát az, hogy én egy ilyen ismert ember voltam, na most azért mondom ilyen hosszasan, mert ő, amikor elment, akkor hagyott nekem egy, hogy mondják, kínaiul, tacepaót, egy ilyen, nagyon szép, díszített, dekoratív lapot, és arra azt írta, hogy Andrew, please, think more, work less. Andrew, gondolkozz többet, és dolgozz kevesebbet. És ebben azért most így az életem végén nagy igazság volt. Tehát ezt éreztem, hogy tényleg sokszor, ha kint voltam Angliában tanulmány után, ott láttam, hogy egy kutatásban 70% az előkészítés és 30% a munka. Mi meg magyarok úgy nekiessünk, mint óta annak, és akkor csináljuk, és akkor közben derül ki esetleg, hogy talán jobb lett volna többet gondolkodni, jobb lett volna precízebben előkészíteni, hát mondjuk a tanítványaimat már erre próbálom azért ösztökélni. Tehát megint csak az, hogy az ember az élete végén azért le tud néhány olyan következtetést vonni, amit tényleg jó lenne, ha mások meghallgatnák, mert hát ugye az okos ember az mások kárán tanul. Újabb telefon, jó estén! Jó estét kívánok, Kratina Etelka vagyok. Szeretnék a doktor úrnak nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget születésnapja alkalmából kívánni. És nagyon szépen köszönöm. És megemlíteném, hogy nemrég volt a Klubrádión egy sorozata Rangos Katalinnal a Szabad Zsáv műsorban, ott hallhattam. És egy-két könyvét megemlítenék, a Tudósok gének tanulságok, Költők gének dilemmák, és a két díjához is szeretnék gratulálni, a Radnóti antirasszista díjhoz és a Hazám díjhoz. Most kaptam egy Semmelweiset is múlt évben. Köszönöm Én is köszönöm szépen. És akkor természetesen jár a két jegy, és várjuk az újabb telefont, vagy Skype-ot, viszont hallásra. Hát itt még engem ez a pokorra menés azért még mindig izgat, hogy megtudtad ezt magadnak spórolni, vagy akkor, amikor beszéltél az előbb ilyen depressziós időszakokról és kritikus helyzetekről, akkor azért te belementél a pokolba. És ha mondanál el mondjuk egy példát, amikor így kikészültél valami hát szituációban. Mondjuk életem legnagyobb tragédiája, de erről már hagyj ne beszéljek. Hogy amikor a Csák Judit volt a miniszter, és kidolgoztunk egy programot, hogy lehetne valahogy az abortusz csökkenteni, mert hát még a közép-kelet-európai országok között is az nálunk volt abszolút és relatív gyakoriságban a legmagasabb, és szerintem azért ez egy szégyen, mert a magzatok elveszejtése, ugye jó szó van erre, hogy hát az eutanáziának ez egy speciális formája, a teratanázia, hogy elpusztítjuk a magzatokat. És akkor a nyugati példát átvéve gondolkodtunk azon, hogy akkor nekem volt egy hálózatom, egy országos hálózat, az optimális családterjedési szolgáltatás, hogy védőnök végezték ezt, hogyha eljön hozzájuk egy asszony, hogy azt mondja, hogy nem tudja vállalni a várandóságát, hogy akkor próbálják rábeszélni, hogy adja örökbe. És akkor hát így végül is 70 magzatnak az életét tudtuk megmenteni. Egyrészt én csalódott voltam, mert egy férfi aggyal, most nem tudom, hogy te agyad milyen, hogy egyetértesz-e az én orvosi férfi agyammal, hogy 100 olyan asszony, akinél bekövetkezik egy nem kívánt terhesség, és nem tudja megtartani, 99 inkább megszakítatja, mint hogy másnak odaadja. Ami nekem azért meglepett, hogy most tulajdonképpen jobb elpusztítani a saját ivadékát, mint hogy másnak odaadja. Aztán persze értettem, ugye, mert egy terhesség megszakítás, bemegy a nő a nőgyógyászatra, délután megcsinálják, senki nem tudja. Most ezzel szemben 9 hónapig kihordani, majd odaadni másnak, azért ugye az egy nyilvános folyamat, megszólják, stb. De a nagy csalódásom az volt, hogy ebből csináltak egy olyan ügyet, hogy 7 éven keresztül én vádlott voltam. De erről most már hagyd ne beszéljek, mert ez egy olyan lelkisebb, ami sose fog begyógyulni bennem. Tehát ha már a depresszióról volt szó, hát ez volt életem legnagyobb depressziója. De hagyd mondjak egy másikat. Azt hiszem 78 volt, hogy berendeltek, ugye akkor még a szocialista magyar
hogy MSZP, tehát Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságába, akkor a központi bizottsági titkárt Pál Lénártnak hívták, egy nagyon jó fizikus volt, és akkor mondta, hogy eljött az idő, hogy most legyen egy országos humán genetikai intézet. Ugye ez, aztán akkor 43 éves voltam, és hogy hát úgy gondolják, hogy én vagyok erre az alkalmas, és hát ugye el tudod képzelni, hogy 43 éves korában, amikor az embert megbízzák, hogy na egy, először Magyarországon egy országos intézetet hozzon létre, és akkor 3 hónapig rettentő keményen dolgoztam, hogy hogy lehet mondjuk azt az 5 vezetőt megtalálni, aki majd a kromoszómát, a gént, a teratológiát, az epidemiológiát csinálja, és még nekünk nagy szerencsénk volt, mert ugye említettem a közegészségügyi genetikát, tényleg azt világon mi csináltuk meg először, hogy minden fejlődési rendellenesség nyilván van tartva, még azt is tudjuk, hogy az asszony a terhesség alatt milyen gyógyszert szedett, és ebből még üzlet is volt, tudod, mert amikor a, nem tudom mennyire tudod, hogy amikor egy új gyógyszert bevezetnek, azt arról a várandósok tekintetében semmi adat nincs, mert állatkísérletet csinálnak. De az állatkísérlet semmit sem ér. Az a kontergán, amit én említettem, az patkányban nem okozott rendellenességet. Az aspirin meg igen. És amikor csinálják azokat a clinical trial-eket, tehát kipróbálják először egy kis embercsoporton, egy nagy embercsoporton, abban várandós nem szabad bevenni. Tehát amikor bejön egy új gyógyszer, akkor senki se tudja, hogy annak milyen hatása, és akkor nekünk meg 22.843 rendellenes esetünk, és 38.151 kontrollunk volt, és akkor én bármelyik a Bayer, vagy a Hoffmann-Laros, vagy a Böhringer megkeresett, akkor én rögtön tudtam megmondani, hogy ez igen, vagy nem, és ezért fizettek 5.000, 10.000, egyszer volt, hogy 20.000 dollár. Tehát még én azt is meg tudtam oldani, ami egy tudományos intézetben borzasztó ritka, hogy majdnem, hogy az önfenntartást is tudtuk volna biztosítani. Én ezt beadtam, Pál Lénárt nagyon megdicsért, hogy ez nem szoktak ilyen jó tervet beadni, aztán nem történt semmi. Aztán egy év múlva megkérdeztem, sokan elmondta, hogy odaadták az akadémiának, a Tudományos Akadémiának, akik fél évig véleményezték, és azt mondták, hogy nagyon fontos, de van ennél fontosabb. És akkor kész. Na most például akkor azért borzasztó csalódott voltam, és az már az a csalódottság átment egy depresszióba, hogy egyszer az ember, hogy mondják, hogy elhúzzák az óra előtt a mézes madzagot, és akkor beleképzeltem magam, hogy Magyarországon én leszek az első országos genetika intézet vezetője, és most nem tudom, hogy elhiszed-e nekem, ha visszagondolok, hogy de jó, hogy nem sikerült. Mert? Hát most képzeld el, 78-ban én leszek egy ilyen országos intézetnek a vezetője, attól kezdve az én kötelességem és feladatom, hogy az országban lévő 18 genetikai tanácsadónak a személyállományát, a fizetését teremtsük elő, ugye a laboratóriumi fejlődés fantasztikus, de nagyon sok pénzbe telik, hogy lehet biztosítani, hogy mindenütt legyen kromoszóma vizsgálat, mindenütt legyen génvizsgálat. Én valószínűleg megtettem volna, de teljesen szétforgácsolódtam volna egy ilyen bürokratikus feladatba. És most, hál' Isten, nem lettem az, és akkor bekerültem egy nemzeti kutatásba, annak volt köszönhető a magzatvédő vitamin, meg még volt 2 másik nagyon fontos kutatás, a terhesség alatti öngyilkosság magzati hatása, meg aztán ugye ez a családtervezési rendszer létrehozása. Valószínűleg erre nem lett volna időm és energiám. Ugye, mert ha az ember ottan egy ilyen főigazgató, akkor hát végül is, ha komolyan veszi a küldetését, akkor igenis biztosítani kell a működési feltételeket. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy olyan furcsa az élet, hogy egyrészt sosem az lettem, ami szerettem volna, tulajdonképpen hál' Isten, és amikor meg úgy, hogy mondjam, keresztbe tettek, vagy elgáncsoltak, akkor bizony nagyon szomorú voltam, és nem egy napig, és nem egy hétig. De most visszatekintve hálás vagyok. Akkor mi a telefon? Jó estét! Jó estét kívánok, és sok szeretettel köszöntöm Szeizer Endre. Nagyon köszönöm. És azt szeretném mondani, hogy volt neki egy olyan könyve, egy a családfa. Így van. És azt szeretném még mondani, hogy az egyik tévéműsorban volt húsvétkor, szenzációs volt a beszélgetés a Kálmándor Gábor, csak gratulálni tudok hozzá. Nagyon szépen köszönöm, jól esik, köszönöm. És még sokáig éljen, jó egészséget. Ezt nem tudom megígérni, de köszönöm.
Köszönöm szépen. Én is köszönöm viszonthallásra. Viszonthallásra, várjuk még a telefonok. Én tudom, hogy te is biztos készültél, és én mindig itt átveszem a, hogy mondják, a forgatókönyvet. Ez a családfa. Tudod, ez is egy nagyon érdekes dolog volt, ugye rengeteget jártam külföldre, és sose fogom elfelejteni, hogy Norvégiában voltam, a genetikus professzort Pierre Oftedalnak hívták. Ugye nyugaton az mindig egy ilyen szép dolog, hogy a hivatalos munka után az embert meghívják, és neki ott egy fjordon volt egy nagyon szép weekend háza. Ott is voltam, de hát voltam Oszlóban az ő házában, és bevitt a hálószobába, és megmutatta, hogy a falon ki van rakva az ő családfája fényképek formájába. Tehát őnek és a feleségnek a négy szüleje, aztán a nagyszülők és a dédszülők. És akkor én ugye ezen úgy elcsodálkoztam, és akkor úgy mondtam, hogy ugye ez szokás, itt igen, azt mondja, hát itt Norvégiában mindenkinek kell ismerni a családfáját, mert hát gondold meg, hát mi onnan jöttünk, és ebbe az ágyba csináljuk az utódokat. és akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy Magyarországon miért hiányzik ez a kultúránkból. És akkor én két magyarázatot találtam, az egyik az, hogy azért régen csak az arisztokratáknak volt családfája. Ugye az ott borzasztó fontos volt a vagyon, a nemesség átörökítése miatt, tehát a szegény ember úgyse tudott semmit örökíteni. A másik, hogy a zsidó törvények. Ugye 39-41-ben a zsidó törvények előírták, hogy mindenki bizonyítsa be, hogy a négy nagyszülője közül nem volt zsidó. Nekem például ez egy nagy ajándék, hogy Fanni, aki nem régen halt meg, most Radnotinéra gondolok, hát ott ez is egy lelkiismeret furdalásom, hogy például ő odaadta nekem a Radnoti által személyesen megrajzolt családfát. És akkor gondoltam arra, hogy ez pedig nagyon fontos lenne. Nem tudom, hogy az emberek tudják-e, hogy az emberek kétharmada abba hal meg, amiben a szülei. Tehát ugye ez egy előrejelzés, hogy genetikailag milyen hajlam várható bennem a családi közös gének, hát apám génjeinek 50%-a, anyám génjeinek 50%-a itt van benne, és ha én tudom, hogy mi vár rám, most én itt pofára estem, mert én például a prostatarákot váltam. Hát te megnézetted Amerikában, és meg voltál győződve. Hát be is igazolódott, csak hát a fene gondolta, hogy még jön egy leukémia is. De az hogy valamit te mondtál, hogy azt nem, hogy azt a csücskét a géntérképnek nem nézetted meg, mert ez drága. Akkor, amikor én a prostatarákot megnézettem, ugye 2003 áprilisában fejeződött be a Human Genome Program, tehát, hogy leolvasták az ember 3,2 milliárd betűjét, ami a DNS-ben van. Most ez egy más kérdés, hogy minden sejtben a DNS-nek csak 1-2%-a működik, mert minden sejt másképpen működik. És akkor én már tudtam, hogy a prostatarák géneket azonosították. Tehát én csak azt kértem, mert azért ez pénzkérdés. Tehát akkor azért mondjuk ez több 10 millió lett volna a teljes DNS szekvencia. Most ez igaz, hogy már 100 ezer forint körüliből? Már 47 ezer, bár most ezt leállították Amerikába, sokat küldtünk ki. Ez nem a teljes géntérkép, tehát itt megint tisztázni kell, hogy Amerikában ugye nagyon jó üzletemberek, ez a Google cég, képzeld, azt csinálja a géndiagnosztikát, hogy ők kiválasztották a betegségek közül a leggyakoribbakat, tehát ami a halálozás 90%-áért felelős, és azoknak a génjeit nézik meg 47 ezerért. És érdekes módon az amerikai tisztiorvosi szolgálat ezt most leállította. De miért? Mert hogy nem tudtak az orvosok mit kezdeni vele. Szóval az orvosok nincsenek felkészülve. Tehát, hogyha te de megcsináltad... De hozzád ilyesmivel lehetett persze, menni? Persze, lehetett, igen. Csak hát, hogyha mondjuk ugye ott Amerikában ugye 300 millióan vannak, én utoljára azt olvastam, hogy 38 millió ember nézettette meg a géntérképét. Mert ugye ez megint, emlékszel Szokratészre, hogy mit mondott? Hogy ember, ismerd meg önmagad. Mert ha ismered a sorsodat, akkor nem elszenvedője, hanem aktív alkotója leszel az életednek. És azért, ha tudja az ember mondjuk fiatal korában, hogy most cukorbetegség vagy infarktus, vagy milyen rák, vagy olyan rák, akkor azért tudunk neki mondani olyan életmódbeli tanácsokat, drasztikusan. Nem lehet, hogy megijed. Tehát egy infarktusra hajlamos megijed, és hamarabb kap infarktust. De ez benne van. Vagy tehát az ez esetedben a... például mit ad? Mondjuk megtudod, hogy leukémia, mert tudom, hogy a prostatarákkal azzal lehet valamit csinálni. Tehát előre megműteted magad, stb. És ki lehet kerülni egy rakat esetben. De mondjuk megtudod korábban, hogy leukémia, akkor mit tudsz csinálni? Azt nem semmit.
Most látod, ebbe szándékosan, ahogy a prostatarákba, mivel arra egész életembe készültem, ott azért nagyon profi voltam. Így a leukémiában ez olyan váratlanul jött, 2013 májusában Törökországban voltam egy előadó körúton, és ott éreztem, hogy nem tudok fölmenni a lépcsőn, és hazajöttem, és két napon belül meg volt a diagnózis. De hogy akkor nem volt ezt jobb egy ideig nem tudni, mert addig azt... Addig... Nem, ez mentalitás kérdése. Tehát kétfajta ember van. Az egyik fajta ember, aki igenis akarja tudni a sorsát. Mert akkor nem elszenvedője, hanem alakítója lehet, és a másik a strucc politika, hogy én bedugom a fejemet a homokba, és nem akarom tudni. Mind a kettő tiszteletbe lehet tartani. Mit változtatott volna? Tehát ha mondjuk te 15 évvel ezelőtt tudod, hogy leukémia, és azt is tudod, kiszámoltad magadnak, hogy vagy 90 évig élsz, és azt is tudod, hogy esetleg rövidebb ideig érsz. Akkor ez például mit változtatott volna? Ez most nehéz kérdés, mert tényleg azt gondolom, nem tudom mennyire tudod, hogyha egy embert egy rákokozó hatás ér, amit a szervezete nem tud kivédeni, mert egy ötszintes védekezési mechanizmus van benne, akkor a testi rákok, például az emlőrák, az 10 év múlva jelenik meg. A vérképzőknél 5 év múlva. Ja, tehát, hogy éri egy hatás, és akkor maga a betegség az csak 10 év így múlva van, jön. Így van, mert ugye akkor kialakul egy klón, amely aztán lassan terjeszkedik, a szervezet védekezik ellen. És netán az már 10 évvel ezelőtt kimutatható lenne? Igen. Na most itt jönne be az, hogy ugye most például a leukémiában tényleg ez egy nagyon furcsa dolog, hogy amikor szembesültem ezzel, akkor úgy elhatároztam, hogy ezt a szakirodalmat nem akarom megismerni. Én kiválasztottam, akit én legjobbnak tartottam, Massi professzort, hogy kezébe tettem az életemet, és amit ő mond, én végrehajtom, mert úgy gondolom, egy jó beteg orvos kapcsolatban ez nagyon fontos, hogy az ember bízzon és kövesse az orvosát. Tehát erre most nem tudok választani neked, hogyha én tudtam volna ezt 15 évvel azelőtt, és mondjuk a teljes géntérképemet megcsinálják, és kiderül, hogy most már tudom, hogy a 16-os kromoszómám hosszú karját vesztettem el, és emiatt bolondult meg a csontvelőmben a sejtek, és kezdtek burjánozni, meg stb., hogy akkor mit lehetett volna csinálni, nem tudom. De Szászonnak is egy a vége, itt a lényeg azért az, hogy ez megint egy óriási előrelépés. Hát például nem régen olvastam, és ettől én nagyon elcsodálkoztam, hogyha például Amerikában a népességnek több mint 75%-a tudná a géntérképét, és mindenki megfogadná az orvosai tanácsát, hogy azt a hajlamot, mert azért a genetikai betegségek az nem a végzet, hanem az csak a hajlam, a tólig, hogy akkor kb. 20-25 évvel élnének tovább. Most nem tudom, el tudod ezt képzelni? Hogyha mindenki 100 évig fog élni, akkor mi lesz? Ki fogja eltartani őket? Hát akkor nyilván azért tovább munkaképesek. Világos, majd 70 éves lesz a nyugdíj. Én mindig úgy magamban mosolygok, amikor állandóan lejjebb akarják vinni a nyugdíjat, nyugdíjkorhatárt, pedig szerintem egyre följebb kéne vinni, mert hát olyan kevés gyerek születik, ki fogja eltartani őket, de hát az emberek nem gondolkoznak hosszú távon. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket, én Barát Tiborné vagyok, és hát én annak idején láttam a tévésorozatot, a Születésünk titkait, nem tudom, hogy említette már ezt valaki. Hát talán lehet, hogy volt már róla. 1978. Megvan egy könyvem, a Magyarság genetikája. Na, című könyv. Akkor... Na most nem tudom, hogy szabad-e valamit kérdezni hát, a doktor úrtól. Én nekem 3 gyerekem van, és a legkisebb az most 30 éves, és 7 éves korában már gyököt vont és hatványozott, és matematika és fizika tudósnak készült a fiam. És 19 éves korában diagnosztizálták nála a kataton skizofréniát. Most ott tart a fiú, hogy egy intézetben van. Én nekem azt a felvilágosítást adta az orvos, hogy az embernek már születésekkor a genetikai térképében ez a betegség már benne van. Csak van, akinél ki nem jön élete végéig, és van, akinél egy stressz hatására, vagy valami megrázkódtatás hatására előtör ez a betegség. Úgyhogy így a fiamból nem lett semmi, mert egy pszichiátriai intézet. Most nagyon elhalkult. Nem értettem. Érti a kérdést. Értettem. Igen, nem. Hát egyrészt szomorúan hallgattam, mert
Ez tényleg, amikor valaki géniusz palántának indul, akkor is kisiklik az élete, az egy szülő számára, meg hát természetesen az elszenvedője számára. Három évet el is végzett az egyetemen, csak aztán nem tudta folytatni. Most nem akarom azzal nyugtatni, hogy mondjuk sok, nem sok, de legalább 3-5 világhíres matematikus volt, aki azért egy kicsit skizoid volt, és voltak, amikor intézetbe kezelték, ugye, amikor a Magyar Harsányi Nobel-díjat kapott, akkor ott volt mellette Nash, aki szintén a játékelmélettel foglalkozott, aki azért életének nagy részét skizofrénia miatt intézetben, egy híres film is volt, töltötte. De az is igaz, hogy igen, a skizofréniáért felelős, skizofrénia hajlamért felelős gének, azok bennünk vannak, és az lesz aztán manifest beteg, akiből ez körülbelül egy 12 génből álló rendszer, amiben mondjuk a hibás gének nagyon nagy túlsúlyt mutatnak, és ártó környezeti tényezők vannak. Na most ön ellenpélda, mert például nagyon érdekes, hogy az egy kékben kicsit gyakoribb a skizofrénia. Vagy például a zsidóságban egy kicsit gyakoribb, mert a népességben 0,8-1%, a zsidóságban 2%, és ezt azzal magyarázzák, hogy a zsidó kultúra szemben a keresztény kultúrával, ahol azért a keresztény kultúrában a gyereket olyan kis értelmi fogyatékosnak tekintik, nicht vor den Kind. Tehát a gyerek előtt nem beszélünk komoly dolgokról. A zsidó kultúrában bevonják a felnőttek beszélgetésébe, és a Jewish mother, ez egy fogalom, a zsidó anya, a gyerekének egy nagy küldetéstudatot ad. Tehát az nem szídja, meg állandóan kritizálja, ahogy azért a keresztény szülőkre elég jellemző, hogy egyfolytában izérgetik a gyereküket, hanem egyfolytában egy küldetéstudatot adnak nekik, hogy te vagy a legjobb, te viszed legtöbbre. Szerintem lesz skizofrén. Igen, mert hogyha valaki viszont nem képes megfelelni annak az elvárásnak, nem tudom, tudod-e, hogy a széles szelek, amikor ugye én nem illik ma a kommunizmus dicsőíteni, de azért az, hogy Sós Imre, meg Huszarik, meg egyéb, hogy mégiscsak kiemelték ezeket a kivételes tehetségeket, és adtak nekik lehetőséget. Ez nem volt baj, bár Huszarik barátom volt, és hát ez is egy olyan szomorú dolog, mert sokszor hívott, hogy nincs jó. Közben elköszönök a helyettől, köszönöm szépen. Nagy. És ennyit tudtunk most válaszolni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm, és akkor még egy gyors telefonra lesz módunk. Csak tudod, ez is egy lelkismeret fordulás, mert olyan sokszor hívott, hogy nincs jól, és azt hitte, hogy én igazi orvos vagyok, pedig csak egy genetikus vagyok, de sosem fogom elfelejteni, és ez egy kis ilyen sebek, hogy fölhívott este, hogy Bandi, nagyon rosszul vagyok, gyere, de mondom, ne haragudj, másnap 8 órakor van az egyetemen előadásom, most hagyd, ne menjek. És akkor reggel hallottam a rádióban, hogy meghalt. Szóval ez a rossz dolog. Tehát most visszatérve erre, hogy valószínűleg, most azért mondtam az fényes szeleket, mert ott azért a népi káderek, akiket így kiválasztottak, és nagyon magas pozícióba tettek, azoknál az öngyilkosság és a szizofrénia egy kicsit gyakoribb volt. Mert ha ott volt a hajlam, ugye, mert ez fontos, hogy hajlam nélkül azért nem lesz, és ő egy idő után érezte, hogy hát ezek voltak a rendesebb emberek, akik átérezték, hogy nem tudnak megfelelni a küldetésüknek, mert hát a legtöbb az úgy gondolta, hogyha neki az Isten vagy a párt íróasztalt adott, akkor ő mindenre képes, ezt most is érzem időnként. Tehát Szászónak is egy a vége, hogy van ilyen. Veled most mi van? Hát most pont rossz faszba vagyok, mert tényleg 5 ragyogó hónapom volt, tényleg olyan jó dolgok történtek velem. Ausztráliában megjelenik egy könyv, a táplálkozás, tudomány és a várandóság alatt, és tudod, az a furcsa, hogy az én generációm ugye vagy kihalt, vagy nyugdíjas, és erre kapok egy felkérést, hogy írjak egy bevezető fejezetet, mert hogy ezt a könyvet nekem dedikálják, és ott lesz a fényképem az első oldalon. De most azért ez úgy jó, hogy Ausztráliában úgy gondolják, hogy én vagyok az úttörő, vagy hogy azért a kanadai kormány felkért, hogy a magzatvédővitamin stratégiát segítsem nekik kialakítani. Amerikából, Svédországból kértek könyvfejezeteket, azért a Bécsi Egyetemen megtartottam az előadásaimat, ahogy Debrecenbe, Spinoza Színházba fölléptem. Már kicsit így kell mondanom, mert hát a Nobel-díjasok, meg a zene csodája. Szóval nagyon sok nagy élményem volt, és annyira örültem, hogy élek, de hát sajnos 4 hete
4 hete, ugye 2 hetente járok ellenőrzésre, és hát most nagyon elromlott a vérképem, és már nincs fehérvérsejtem, immundeficiens vagyok, és hát jövő héten. Ez is egy furcsa dolog, és nem tudom, hogy most ez kitárulkozása vagy már. Hogy amikor a második kemó voltam, ott volt 2 nap, amikor lényegében lemondtak rólam, és nagyon nagy volt a szenvedés. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezt én még egyszer nem akarom. Tehát tudtam, hogy vissza fogok esni, hát ez egy gyógyíthatatlan betegség, de akkor én megkérem a professzoromat, hogy hagyjam meg békében elmenni. És ez az 5 hónap most olyan sokat adott az életembe, hogy most azt mondtam neki, hogy megmásítom és belemennék, és hát jövő héten kezdődik ez a 3. kemó. Ami tudom, hogy borzasztó lesz, és valószínűleg nagyon minimális az esélyem, de hogyha lenne még az életemben néhány olyan hónap, mint ami az elmúlt 5 hónap volt, akkor az megérni. Hát itt lenne a vége, de ígértük a telefont. Jó estét! Jó estét! Jó estét kívánok! Juling Árpádné vagyok, szeretettel üdvözlöm Önöket, és én a Szili Nórával készített nagyon szép interjúját a születnapjára hallgattam. Én is olvastam, tényleg nagyon szép. Meghatódtam tőle, mert nagyon sok szépet mondott el a professzor úr. Elmondta, hogy a temetésére csak az menjen el, aki tényleg nagyon szereti, és mennyire megváltozott a valláshoz való viszonya. Igen, így van. És a urnájába a már DNS-eit szeretné, hogy betegyék. Igen, így van. Mert ugye a DNS-ekben benne vagyunk. Így van. Ugye, amit a József Attila is mondta, hogy őrizzenek belőlünk egy kifoszlányt. Jaj, de jó, szépen tetszik tudni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Ez olyan jól esik, tudod, az ember azt hiszi, hogy egy ilyen interjú úgy elmegy a, hogy mondják, hogy a pusztába kiáltott, és akkor szó, itt tényleg igen. Meghallották, és ugye loptam József Attilától, mert azt írja, hogy csak az olvassa versem, aki szeret, én meg ugye azt mondtam, csak az jön el a temetésemre, aki szeret. És tudod, ez is egy furcsa dolog, ez olyan tipikus Caesar deviancia. Gondolkoztál a temetkezési szertartáson? Most biztos sokakat felháborítok. Ugye régen azért volt, hogy mélyen el kell ásni, vagy el kell égetni a tetemet, mert fertőző betegségre haltak meg. Tehát így lehetett a járványt. Na most ilyen nincs. Most erre van az urna, és beteszik a hamut. Jó, hát por és hamu. De hát amikor tudom azt, hogy amikor én megfogantam, akkor kialakult egy DNS makromolekula, ami benne volt az én tervrajzom, benne volt az én üzenetem erre az életre. Hát nem érdemes lenne inkább a DNS-t eltenni abba az urnába, és akkor lenne egy nemzeti génbank, mert hogy mondjuk majd a dédunokám, Isten ments, valami betegség lesz, és akkor meg lehetne nézni, hogy na most az honnan jött. Meg ennek azért van egy, most már átmegyek ilyen mitikusba, hogy ennek van egy halhatatlansági üzenete is. Hát, hogy a DNS a lényegem, és az ott van az urnában. És hiszel most, hogy megváltozott igen. A viszonyod, tehát, hogy most a te is távol istenjévő lettél, most hiszel abba, hogy te meghalsz és tovább élsz? Ezt nem tudom. Én csak azt tudom, hogy az én hitem egy belső hit. Tehát, úgy osztálytársam, Spap, és megkeresett, hogy miért nem járok templomba. Szóval, hogy én úgy érzem, hogy nem egy külső hitem van, nekem nem demonstrálnom kell, hogy most elmegyek a templomba, és ott gyónok is áldozom, hanem olyan szép volt ez az 5 hónap, és ez azért fontos, hogy mert 2 napig inkább mesterségesen tartottak életbe, és ezt szinte csodának tartottam, hogy most tényleg minden este megköszönöm a mindenhatónak, hogy ez még megadatott. Tehát egy ilyen belső hit bennem kialakult, hogy itt a világban van valami rendszer, és egy mindenható tartja ezt fönt. Én nem vagyok olyan naív, hogy ő velem külön foglalkozna, de azért talán, hát ha segít abban, hogy még éljek egy kicsit. Az, hogy a túlvilágon tényleg a lélekkel mi lesz, ebben nem merek állást foglalni. Kis túl kicsinek érzem ehhez magamat, hogy én itt most a mások által megfogalmazott teóriákat
elmondjam. De a lényeg az, hogy tényleg érzek egy belső hálát a mindenható irányába, hogy ezt az 5 hónapot megadta nekem, mert ez nagyon jó 5 hónapot. Tudod, ez egy furcsa dolog, amíg az ember egészséges, addig ez természetes. De amikor megcsapja a halálszele, és utána nagyon jól érzi magát, mert tényleg teljesen egészségesnek éreztem magamat, akkor tényleg úgy éreztem, hogy ezt meg kell köszönni, mert minden nap egy adomány, és de szép az élet. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, jól számolom, igen, április 15-én, szerda este 8:55-től is lesz Bóta Café. Az ország egyik legnagyobb színésznője, egy kosudias művésznő lesz a vendégünk, Udvaros Dorottya, aki hát tudják, igen, igen sokoldalú komédiába, tragédiába egyaránt játszik, jó néhány színházban lép fel, jelenleg épp a nemzeti tagja, de volt a Katonában, most éppen Kaposvárot is vendégszerepel, meglehetősen jó a humora, tehát akkor április 15-én, szerda este 8:55-től Udvaros Dorottyával várom önöket, várom ezúttal is a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek ajándékszínházi jegyeink is. Viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.